Sziasztok! Úton van a kis csapat. A fiúk mennek a nyuszinak, elmennek az obiba, pelletet kell venni. Most akkor vesz egy ára is, vagy? Azért a rengeteget tudod hát, arra most akkor vegyél kettő zsákkal, nem? Eddig is annyit vettem. Eddig is két zsákkal vettél? De erre kettőt vettem december elején, igen. És hát azon a feleje volt, közöttem. Aha. Jó, szóval... Igen, csak hát nem tudjuk, hogy mikor veszik be, ugye, mert hát tavasszal azért még fűtenek, nem? Meddig van a fűtési szezon? Április. Hát akkor majd márciusban el kell újra majd jönni. És akkor majd, mert ugye nyárra is nyilván kell a nyuszinak majd. Na, szóval ők elmennek az obiba, minket meg a Lizával kiraknak az outletben. Jó, Lizám? Úgyhogy mi bemegyünk a Geox-ba, meg bemegyünk a Budmill-ba, azt tuti, meg a Starbucks-ba. Ja, a kártyát akkor majd adod a Starbucks kártyát. Vagy megvárjanak azzal titeket? Mennyi idő alatt járjátok meg szerinted? Pénztárcafüggő. Szerintem pénztárcafüggő. És a Budmill-ban remélem lehet kártyával fizetni, de biztos. Igen, azt akartam mondani, hogy a Budmill-tól kaptam e-mailt, megjött végre az e-mail, hogy elnézést kértek, és hogy tévesen járt el az eladó hölgy, és hogy azóta már a területi képviselő már oktatásban részesítette őket, tehát ugye amiket visszavittek a Laci meg a Noé néhányról, amit ugye online rendeltem, nem tudtak ugye visszavenni, ha valaki lemaradt volna arról a részről. Szóval nem tudta visszavenni, mert a kasszában nem volt elég pénz, amit furcsálottam, mert ugye a visszálló lapon ki kellett tölteni a bankkártya vagy a bankszámla adataimat, nem a bank egyet, a bankszámlát. Na igen, és ugye mivel kártyával fizettem, nem értettem, mi ez a készpénzezés, tehát hogy ő hibázott. Úgyhogy mondta, hogy természetesen küld futárt ingyen, de mondom, azóta már visszavittük, szóval második körben a Laci visszavitte, mert éppen arra jött hazafelé valahonnan, úgyhogy végül is akkor tisztáztuk a helyzetet, szóval az a lényeg, hogy egyértelműen az eladó hibája volt ez az egész, úgyhogy igen, de már utána már a maradék összeg, az a négy darab termék, amit nem tudtak visszavenni, az most már a bankszámlámra került, úgyhogy megnézem most itt az outletben a Budmill, de ez teljesen független a többi Budmill üzlettől ez az outletes üzlet, szóval ezt a honlapon is jelzik, hogy törösen kártya, meg semmi nem érvényes itt, úgyhogy na, megjöttünk ide, úgyhogy minket itt igen kiraktak, azt a nem lesz kezdtem mondani, nem leszünk itt sem egyedül. Mennyi ember, te jó Isten, Liza, ilyenkor szokott anyád elmenekülni, hát akkor lehet, hogy várjatok egy pár percet. Hát én ezt a tömeget itt nem. Hát de mi arra mennénk? Itt van a Geox, és aztán ott van valami, ott a Budmill. Itt meg a Geox, úgyhogy ez a kettő nekünk tökéletes. Itt Simaliba. Aha. Jó. Oké, meg a Nike. Hát addig Liza el leszünk mi itt, amíg elmennek a fiúk az obiba. Árzuhanás van a Budmillban. Obiba? Obiba. Na jó van. Na, bejöttünk a Geox-ba. Becukjuk. Megnézzük, hogy mik vannak most itt. Kíváncsi, még szezon. Hát akkor azt gondoltam, hogy a téliek lesznek itt. Néhány adat. Mutatok, jaj, de jól nézett ki. 31-es, 32-es. Ezek még nagyok, hiszen neked. Na, nézzük ezt. És csak ez milyen? Ez a jó kis könnyelő csizma. A jégvarázsos is. Azt hiszed, hogy villog-e? Villogott? Ez villog? Nem. De! Tényleg villog. És a belép. Aha. Na. Vagy villog, hanem 31-es van belőle. Jaj. Hát szóval akkor a csizmák vannak itt a téliek. De szép. 12.009. Ezek a bakancskák. Ezek meg szerintem már picik. 24-es, 20-as, de nagyon picik, mint a... Itt már pici méretek vannak.
Vannak 9009 ért ezek. Ezek itt 9009, de szép. Ezek milyen szépek. Csak az a baj, hogy az orruk elég védtelen. Ezért nem szerettem ilyen, amikor kicsik voltak, mert egy pillanatok alatt ledarálták motorral a cipőknek egyik sem. Mert ez valamennyire, de ez is azért kiukat nekik sajnos hamar. Melyik tetszik? Ezek szerintem már picik neked amúgy, 20-as, 18-as, ezek nagyon bébik, Lizám. Már picit, baba. Baba cipők, igen. Neked már olyan 28-as kell, ami szerintem azért eléggé hiányos szokott lenne 28-as méret, Lizám. És csak itt is van a másik oldalon. Itt nem van 28-as ilyenből. 9009. Aha. És ilyen kis vagány az a cipő. Van ez a kis villagós, vagy nem? Igen, pont az a méret, ami most a Liza, meg a Noyennel ugyanez volt. Ez a 28, 29, 30, ezek eléggé hiányosak. 10.900 a minis. Vannak itt, ami villagósak, Lizán, melyik a villagós? Ú, de szép ez. Ez egy, hát 27-es. Az igen. Ez jó, de cuki. Biznis. Azt akartam megnézni, hogy mi ez a 24-es, ez a kis, nem jó, nincs méret neked. Melyik a villagós? Ez villagós. Várjál, mert ebben meg volt. Ez volt villagós. Ó, Liza, nézd csak, ezt elpróbálod? Na nézd meg, az villagos. De mert ne ülj le itt, gyere! Hát, ott nem. Szívecske, tetszik? Mennyi benne kényelmes? De szép amúgy. Jó, fordulj. Gyere, gyere. Szép szerintem. Ez egy 27-es. Találtam ott a bébikből 27-es. De belemegy a lábad? Belemegy. Na. Még másik lábadra vetted? Ez a szép. Még ez nem villagós. És volt a ebben is ére. Ezek vele mastóval milyen helyen. Ez szép nagyon. Mennyiben egy picikét? Szerintem a másik szebb, ezeket tudom, amit nézünk. Ez szebb, szerintem. Hát ugye rajta felvéve ez szebb, ez szép, tök szépen csillag. Na, hol van? És eddig kettő cipőt felpróbálta, és már itt is termettek a fiúk. Na, a másik szerintem szebb, ugye? Másik szebb. Jó, oké. És akkor gyere még velem egy picit. Gyere, nézd, csak ilyen mini-egeresek. Ez milyen vagány? Vagány. Vagány? Nekem szüve. Meg van ilyen is. Az a ilyen. A Playmobil játszóházba? Hát nem tudom. Már csengék, már nincsenek itt. Na ez milyen? Érdekes? Itt van a doboza. Ott a doboza, igen, mini-egeres. Ezeket én is egyelőre nem látok. A méretemben, 42-esben úgy még nem találtam, amiben Liza megbirkózik azon a mini-egeressel. Ezek milyen jól néznek ki. 41-es van, de szerintem pici kicsi. Milyen szép. Megnézem. Megnézem. Itt azért a kicsi lesz. Itt ebben nagyon szűk, nekem van egy vegyes. Hm? Az már nem.
Az őszi-tavaszi cipővel még tudsz játszani, hogy őszre vagy tavaszra lesz jó neki, de az már nagyon adott a téli csizma, azt nem merem. De most is egy geox van rajta, mert ez a nagyobb, igen. Nézzük. Szoros rajon. Szűkös. Vannak mekkorák. 42-es. Nézd meg, ott van a cipő. Egy a szürfi cipő. Ha, 33 ezer forint, de jó ég. Mit van akkor 42-esek ide számúzva? Jaj, de cuki ez! De jó puha! Mint az érdekes ered ezüst egyébként. Mindjárt fölveszem ezt az ezüstet. 33 ezer forint, de jó Isten! De már nincs is annyira leára az 47, ez nem mennyi volt? Nem látom mennyi. 68 ezer volt ez valaha? Hát... Megnézem ezt a kis űrjáró cipőt. Mondom, van itt az 42-es, de ez a 4 darab. Itt lesz az méretben, ez nézem. Itt egy kis vésbe. Nem tudom, nézi, de... Hát azért... Megint szárom egy belőle. Milyen? Nagyon... Nagyon kis... Őrcipő ez, de amúgy jó méret. És hullik a szőre. Na jó, van nem. Igen, jó tiszta idé. Szőre lettem. Igen, szóval 42-es sajnos. Az a jó nekem. Hú, ez nagyon szoros a 41-es nekem sajnos. Én pedig... Nem tudok mi. Tehát a 41-ig vannak. Nagyon-nagyon szoros, itt nagyon. Ez is milyen olyan jó kis könnyű cipő. Na jó. Akkor nem veszik. Na de hát ez ilyen magas szárú, de mégis ilyen gyöngyben szól. Hát ez milyen párosítás, tudikám? Azért a magas szárú az általában... Azért az bőrcipő szokott lenni. Na már átentek a fiú cipők, ez pedig ez jól néz ki. A baba cipők milyen cukik. 9009. A baby meg 8009. A baby. Hát igen, ilyen. A 7009. És akkor... Vannak a nagyobbak. Hát van 33-as. Itt lesznek olyanok a méretei. 15000. Wow. Az egy motoros cipő. Teljesen 12000, ezek nagyon jó ára vannak most. De jó ez a cipőke. Milyen vulgány és milyen jó kis puhai. De menő. Az is milyen jó, de jó színe van már. 15000. És 15000, ezek jól néznek ki. Igen, olyan pirosat szereti. Azt megnézném, hogy hogy áll neki. Ja, ugye ide hívom. Jó, tépőzár. Figyelj neki. Kicsizmek is, de jók. Tehát nem tudom, ezt nem merem, mert abban még tudunk mondom játszani ilyen tavasz és ősszel. A nagyon télit azt nem merem neki előre. Ilyen össze az arra, hogy ezek már utolsó, végső áras cipők. És 31-es van. Vagy? Nem, van 33-as. Na, ezek például tök jó kis cipők. Ami kókemberes is. Nem gyerek vele, hogy elakadt, ne kívesen. Hát nekem? Villagó. Ó, meg a szeme is villag. Nagyon van. Máriós. Na, csak nagy méretek vannak.
szandál is. Milyen jól néz ki. Na, itt van 7900. Olyan kéne neki, ami orrvédős. Hello! Hello! De vagány! Szeme is villog. Pedig cici. Az szép, igen, ez a pókemberes, ez vagány. Na, itt valamennyire ez orrvédős, ez jó. Na, ez milyen? Jó. Ez kényelmesebb? Várjál, ne, várjál kicsit. Mondjuk ennek meg nincs orrvédő része. Lesz ki. Fogány. Mit csinálsz az adat a cipőjében? Na, végül se Rizának hoztunk. Hoztuk el ezt a kettőt, a nagyjának nem hoztunk, mert apának nem tetszett. De van neki, gyere babám. Akkor tegyük be oda a kocsiba, menjél, haladjál oda a kocsi felé. Na, csak biztonságban jöttem velük itt. De te meg gyere velem, nekem ne menj az autókocsi. Ja. Nem, a Noé a Jusszönnek a régi gazdáját, hogy a kis sült egy csomót örököt, szóval átvettünk tőlük, mert átnőtt egy csomó cipőt, meg kinőtt, úgyhogy ő neki pont ez, ami most tavaszi méret, az most sok van. Az ennek viszont a kislány, akitől, ugye a lengyel kislány, akitől átvesszük a ruhákat, neki viszont meg már 32-es cipői vannak, és a Rizának meg most ugye 27-28-as a lába. Úgyhogy ő neki nincs, akit így örököl. Szóval értitek, na. Na, menjünk be a budnélbe, kíváncsi vagyok. No, nézzük. Az jól néz ki, ez tetszik. Ez egy póló. No. Én meg találtam. Ennyi a háromnegyedes rész, ezek itt. És nincs XL-es, X2 XL-es van itt. De egyik sem XL-es, nincsen. És az XL-es volt jó nekem ebből a pirosból, ilyet pont vettem, XL-es volt jó, ha jól emlékszem. Úgyhogy nincs méret sajna. Többi meg póló. Már itt végig pólók, meg ilyen kapucni és cipzáros dolgok, kabátok. De főleg ilyen rövidújú pólók vannak. Rövidújúak. Feladtam a felső keresést. Nincsen. Nézzük neki táskát, ilyen kis aranyos. De hát nem jössz ide? Nem jössz ide, táskát szálltuk? Ezek ilyen 20 000 forint. Kéne neki ilyen nagyobb táskát, ez a... Micsoda? A sárga buksis. Az a motoros, de jó. Ilyen focilaprás van, ezek 20 000 forint. Ott van egy... Én azt hittem Minecraftos, de ez meg már nem annyira. De ergonomikus az is. Az a kék. Most elment a dínósba. Valahova, csak megy. Na, milyen a dinoszauruszos? Ez már óriási. Szerintem ez a piros neki. Ezek már nagyobbak. Itt ez. De neki kéne néznie. Hol van? Nézzek eset, hogy melyik tetszik. És én a tolatakróhoz jöttem ide. Van ilyen. Ebből kellene, sok kiadó megállítunk. Ahhoz mondjuk van pont tolatartó is. Nem tudom, melyikbe kerülünk pontot. Ez egy másik. Ez a. Na, milyen ez? Jó.
És tartartó. Pont az való hozzá, tudom, láttam. Élik hozzá, pont olyan minta, igen. Na, hintapalinta, azaz! De ügyik vagytok, de ne essél, Lizám, kapaszkodjál, úgy. Ügyesek vagytok. Erlicek vannak. Vannak fönt a dobozalakúak. Nincs olyan sok. 700 gram indör. 21 ezer. 16 ezer. Nem sok van. Na jó. Az a tényleg arszóval. Menjél előre, babám. Jaj, Ali. Itt van néhány arszonal. Hát ez milyen menő. Nézd már ezen itt, nézd csak. Csikabika biciklizik itt a csiga ezen a táskán. Érdekes. Jaj, hol vagy, fiam? Most naptárat veszünk, vagy táskát? Hát és akkor mi a naptárban? Cicákat nézegetted? Hát nem sokféle van. Ez a Lamborghini is 17 ezer. Ez már nagyobbnak való szerintem. Ott is van még néhány fönt. Autós. Na, egy kicsit játszanak. Még nem régi, még itt a kis bébi részlegen voltak. Most is ide jöttek. Elsőnek ide a bébi. Csúszta azért, de mondom, hát most már nagyok vagytok, már gyertek át ide a nagyvárba. Ez itt most már nekik is való. Jó, hát azért vannak itt érdekes dolgok. Azt például nem tudom, az a két izés, az egy csoda, vagy hogy működik. Laci szerint Hónaiba kéne, hogy az igen. Itt is azért, ez is azért nem semmi. Nem vagy a kislány, azért az vagány. Az igen. A sapkáitokat gyertek ide, Liza! Neked hol a sapid amúgy, kisfiam? Én nem hoztam. Hogy nem hoztál sapkát? Nem akartam. Jaj, nem már. Akkor kérd a Lizáért, fölveszed? Meg fog fázni a füled, most tényleg nem hoztál sapkát? Aj, de ez nem jó. Kéne neked sapi, vedd fel a Lizáért. Várjál, fordítsuk ki a pinket vett föl, tessék. Az nem olyan rossz fiúnak. Hát hogy nem hoztál sapit? Na, úgyni. Hát is elhozott kabátot, elmentek ott vennek Alex-el. Na, nézzük, Aliza mit fog csinálni? Ali szegénykém, hogy nem tud mit csinálni. Hideg is van, nem tudjuk letenni ide a földre most. Na, mi lesz itt? Most mindenki téged néz amúgy onnan. Mi lesz veled, ott nézik. Na, gyere! Gyere, ott kezdjél el, ott állj föl, és kezdjél el kapaszkodni ott. Aha. Azaz. Jó, és akkor apa most itt? Most akkor... Itt vagyunk, Ali! Azaz! Apa, de ott fölül kapaszkodjál! Ügyesen! És akkor szépen elfoglak, jó? Hát szerintem majd
eljövünk majd nélkülük, mert most csak olyan helyekre mentünk be, hát ugye a Budmérdől semmi, tehát tényleg semmi, tehát ilyen pólók voltak, tehát megtök a nyári kollekció, úgyhogy meg, most itt kiszúrtam, hogy itt állunk, itt van mögöttem a Skechers. Na gyere! Megnézhetem az Echo-t, azt szeretem, ott szoktam. Hát régebben itt találtam magamra 41-42-es cipőt, úgyhogy azt meg a Skechers néztem egyik ki. Majd elmondunk az autóhoz. De igazából csak olyan matogonátok valami, amihez ugye kell a lábuk. Azt a Geoxot szeretem nagyon, és most egyébként szerintem úgy egészen márciusig nagyon-nagyon jó áron vannak cipők. Tehát akár tavaszi, őszi cipők szerintem tök jók. És teljesen korrekt áron. És ezért szoktam ilyen így eljönni így szezonváltáskor, vagy szezon végén inkább azt mondanám, az Echo-t meg szoktuk nézni. Hogy azért, jó, hát a Noé örökölt egy csomót, hogy azért én is gondoltam, hogy legyen azért új cipője is, de hát most így oviba, meg otthonra a kertbe játszótérre tökjük azokat, amiket a kis fiútól átvettünk. Ami most rajta van egyébként, az a fehér azért odáig van azért az alacipőért. Úgyhogy igen. De hát már ugye itt, ahogy itt a mi ez, ezen a gumi izén, ilyen szort kövesen már az orrát, már látom, hogy szétzúzta egy kicsit, úgyhogy ja, itt szerintem tök jók azok az ilyen játszósabbak. Hát ilyet most játszós, na hát nem nagyon használt, hanem mit tudom, ilyen kisfiú is én két hét alatt egy csomót kinőtt. Ahogy a Liza is ugye, pont így szeptemberben, amit szántam volna neki, kettő hét alatt nőtt a lába, igen. Azt mondtam, nézzük a Skechert, a Skechit. Meg az Echo-t, még azt megnézzük most, ki tudjuk, hogy jövünk megint erre. De majd szerintem megjövünk a gyerekek nélkül, mert hát én így most így nem tudok nyilván próbálgatni. Volt a... Ó, meg a Geszkizre, kíváncsi vagyok. Hát a... Lisa, gyere, megnézzük a Geszt, jó? Gyere, eljössz anyával, gyere. Addig még itt a... Na, a Pici meg odafagy. Igen. Menjél te csak játszálni, elmegyek a Lizával, jó? Na, Liza jön velem szépen. Hol vagy, babám? Hát most már nem tudom, elég hideg van. Kíváncsiak erre a Guess Kids-re. Megnézegetjük, mert elég, tényleg nagyon jó árazások vannak, ilyen 50-75% itt az üzletekben most, így ugye szezon végén, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit látunk, meg az Echo-t is megnézhetjük. Most nézzétek meg szegény Alex, tehát most ezért van az, hogy ilyenkor mit ilyen nagyszülőket vagy Magdikát, inkább Magdikát főleg, így meg szoktuk ilyenkor kérni. Hát most szegényké most itt mit csinál? Tehát most ott ül, meg szerintem már lassan fázni is fog. Ugye ő nem mozog úgy, mint a többiek, szóval nem jó szegényké. Hát meg egyik önnek ugye ott kell állnia mellette. Úgyhogy, igen. Na menjünk, nézzük meg azt a Guess-t, arra kíváncsi vagyok. Milyen árak vannak itt. Vintiden nézegettem őket, ott nagyjából a használt Guess-t azt úgy látom. Milyen ár vannak? Na most megnézzük akkor milyen az új itt vannak. Na 50% van itt is, 50 meg 20. Jaj, milyen kis vagány tatyi, az komoly. Kis hátizsák. Na nézzük meg, mi van itt. Kicsike volt, úgyhogy majd elmondjuk. Na, még mondom, hogy milyen felejtem elköltünk a boltba, szóval mehetsz, menjél. Na, gyönyörűek voltak egyébként, tök szép köves felsők voltak, és egyébként folyamatosan jöttek be az üzletbe. Szóval ezek szerint kelendő. Na, az árak miatt mondom, szóval. 9-10 ezer forint volt egy hosszú ujjú felső Lizának, ilyen, mondjuk egy 7 éves méret. 10 ezer forint volt egy farmer. Ezek már az ilyen végső, tehát először 40, aztán utána még 20% jött le belőlük. És akkor ilyen fiú pólók, ilyen nyári felsők voltak 5 ezer forintra leárazva, az mondjuk szerintem így
Így ezt viszonylag szerintem az elég korrekt, csak már nagyon mérethiányosok voltak. Volt 8 éves, meg aztán volt 12 éves, úgyhogy kis zé, de aranyos. Kis verébb, azt nézi. Alex, most itt van neki, mit nézegetni madárkát. Szia! Most olyan farmerek olyan 10 körül, akkor ilyen köves hosszú jó felsők, szintén olyan 9500-10000, és a pólók, kis jó pólókat láttam 5000-ér. Nagyon picike az üzlet, szóval nem volt egy nagy kínálat, de elég keresett volt ez most, ez az üzlet itt, szóval lehet, hogy igényelne nagyobb kesztyűzletre itt, igen. Amit itt, ugye itt a játszótéren most így néztem, a anyukának a kezében a Geox cipők, meg a Skechers cipők, amik jellemzők, hogy azért jönnek szerintem ide ki családok, ugye jön, meg hát már 14 fok van ma, hát volt, mert most már azért esterik, bár igen, telefonon, hát talán látszik azért a telefonon is, hogy most már azért délután van. Szóval igen, a tavaszra jöttek szerintem vásárolni, sokan erre a jó időre már nem kellenek a bakancsok, úgyhogy itt azt mondom, hogy nézzük meg, akkor mi is itt a Skechers. Itt mondjuk nem voltunk benne sosem. Ott lóg. Igen. És... Aha. És ennyi szerintem itt sajnálom. Most nyilván ilyen Hugo Boss, meg mit tudom, ilyen Tommy Hilfiger, meg ilyesüket nem nézegettünk meg. Lacoste-ot láttam még itt fél szemmel, de az nem az az árkategória, ami... Na hát értitek. Úgyhogy most akkor megint hívom mindjárt Alizát, és akkor megnézzük még a Skechers-t vele. Neki szeretnék majd így nyárra egy ilyen Skechers tóna cipőt, ilyen tudottakat, mint a Nike, meg ilyesmit. Előző szezonban Adidas volt neki, meg egy Nike. Megnézem. Na, ennyi. A Nike azt nagyon szerettük, de most a Skechers-t megnéznék, mert az a jó kis könnyűek. Kíváncsi vagyok. És főleg ugye, hogy villagos legyen. Tehát az... Igen, nagyon, mint a villám. Már is vagy, de menjünk, jó? Hideg van, meg menni kéne ebédelni. Jó? És egyébként ezekben az outletekben itt is, meg az osztrák outletben is megfigyelhető, és ezt már többször megfigyeltük, hogy ugye itt ezekben a prémium meg ilyen, hát az ilyen luxus márkákból olyan termékek vannak, csak Liza itt dobog, ugye, amik ugye ide gyártották, tehát az outlet minőségű termékek, ugye? Hát mondja, te is láttad ezeket. Nem az a neve ezeknek hivatalos, hogy MFO, hogy Manufactured for Outlet. Így már is. Igen. Szóval, hogy nem azt találod meg, ahogy gondolnád, hogy szerintem itt ebben a Guess-ben is ez volt. Tehát, hogy azért mondtam, hogy elférne ide egy olyan üzlet, amit ugye, mit tudja, egy márkaboltban, mondjuk a Váci utcában, na, valamit mondok, nem tudom, hol van Guess üzlet, nem nézegettem ezeket, de hogy amikor tényleg ilyen kifutó modellek, na. És hogy ezek szerintem tipikusan, és ott megállsz, igen, állj! Tehát tipikusan ide gyártott termékek voltak, szerintem ezek is a gyerek közvetben is. Igen. Nem futom, itt már nincs futás. Na jó, megyünk át. Vannak itt az utolsó darabok. Na, nézzük. Gyere, tél piszám. Gyere, itt megnézzük a neked valókat. Gyere, itt vannak. Olyan jó kis színes. Gyere, cuki.
De Édi, nézd már! Ez ilyen eperke. Eperke van rajta, kis könnyű. Aha, azok a magának, ezt kerestük, Lizan, és csak ezt tetszett neked a Barbie kiállításom. Ha jó kiszínes, de jó ez is. És felhős. Lezsúlyát. Nem csak a méret miatt nézzünk egyet, hogy mekkora kell mégis neki szkecsőzköz, itt van, hogy nézem a fiúkat. Ú, de jó az is, de gólos. Komoly, nem tudom, ezeket tarpa, nekikkel hogy lehet. Menni, de nagyon vagány. Nem semmi. Jó kék lesz. Ezek a jó kis könyvek, ezek a memória, meg a belül a kalbetét is tök olyan memória habos. Na? Tessed csak a méretet, ez 28-as van rajtad. De sokkal. Aha. Jó. 28-as, az szerintem nyárra jó is lesz. Jó, mert lettem egy webshopban egy tök jó kis leárazott Skechers, szerintem akkor azt megrendelem neki, és ez pont ez a fazon volt, csak nem ilyen színű. Lehet, hogy azt megrendelem neki, ez nagyon jó, akkor 28, és az, ami jó lesz szerintem. Most egy picit még egy újnyi hely van. Jó, ügyes vagy, köszönöm. Akkor egy 28-as, jó, ügyi vagy. Milyen szép kis üzlet ez itt. Várjuk a fiúkat, mentek a Starbucksba, de Alexel, Lizel, olyan kimaradtam. Bonjour Budapest! Nagyon mi gyerek cicc, azt a... Nagyon vagányok. Na de mi ide tipegünk ide a Crocshoz, mert Riza kinőtte a... Hát igen. A autópasolit még nem, viszont majd kell néznem neki ilyen kis gumi papucsot, meg gumi szandált. Milyen vagány az. 13.500 forint egy ilyen, pont ilyen van neked, ugye most? Téli csizmád, ezeket nagyon szeretjük, ezeket a... Téli csizmád. Igen, már csak jövőre kell megvenni majd. Mindig egyszer van nagyobbat teszek, aztán ez eddig bevált. Ennél, ezért két méretesek egyébként, ezek a Crocs csizmák. Úgyhogy... Hú, a mínusz 70% is ott van valami. Alexen is mostanszor. Köpsz. Nem találtad most, nem látod most a kis Adidas valami. Na nézd, amelyem, de Adidas, no, felismerted. Adidas. Na, felismerted. Bár nem szoktunk bemenni Adidas üzletbe, ezt Dijkmanba szoktunk neki cipőt nézni. Masszál. De mi van, be van csomagolva ez a kis pudli, ez a kis bokor pudli. Az olyan néhány üzlet, ami úgy szimpatikus, Jack and Jones is szimpatikus, de most nem tudom, hogy gyerekekkel ide bemenni, de majd szerintem majd eljövünk a Lacivár. Ügyes vagy. Hát na, hát értitek. Alexa, nem is nagyon férünk be, olyan picike kis üzletek ezek, és tudod, hogy sok emberke van bent, tehát, hogy még így sem nagyon férünk, eljövünk oda, tudod, hogy babakocsit. A Skechersben éppen egy kislánynak próbálgattak cipőt, kezében egy nagy pizza, azt egy ilyen háromszög, azt falatozt, egy kisebb volt, mint ez egy, hát nem tudom, olyan két év körüli volt, 2-3, de hát a fél sort elfogadta, és pont a Lizának a méretei lettek volna ott, ahol a kislány is volt, és hát esélytelen volt. De azért egyet fel tudtunk próbálni, és majd megnézem, mert azt hiszem, az egy cipő, vagy valahol láttam. Nagyon leárazva egy Skechers cipőt, úgyhogy most már tudom, hogy a 28-as az. 27-es az most pont jó lenne neki, de hát ugye most nem kell. Még, most azért még tél van, tehát akkor a 28-asokat fogom majd nézegetni. Szeretnék akkor neki egy Skechers cipőt. Te is? Na, te is akkor. Tessék.
Te is más szájt. Jó, el van Ali. Ügyes vagy. De megkérdezte a néni a gesztbe, hogy megmutassa azt a csillagos rózsaszín kabátot, azt mondtad, nem kell rózsaszín. De ezt azért majd még beszélgessük át, Liza. De még azért pici vagy. Milyen színű kabátot mutasson a néni neked? Feketét. Atyaig, Liza, mi van veled? Na, de a fekete kabáthoz, mert volt fekete csillagos kabát, ilyen kis átmeneti, és abban mondta, hogy egyébként van ilyen puder rózsaszín, megmutassék, kérdezte tőle, és akkor mondta Liza, hogy nem. Na, és ahhoz a fekete kabáthoz viszont már egy, az a geox van, amit néztünk, az jó lett volna, nem, Liza, az a mini egeres. Hát van, még olyan picike vagy, Liza, te még a rózsaszín vagy, nem? De. Te még a rózsaszín korszakodat éled. Hát az, most Liza, várjál már egy kicsit. Liza, te mi a kedvenc színed? Rózsaszín. Hát és akkor mi baj volt a kabáttal? Én nem kellett. Nem akart a nénivel szóba állni? De. Hagyjon téged végébe ez a néni. De. Hát akkor miért mondtad neki, hogy nem? Hát adom. Kedves kislány, ha megmutassam neked a rózsaszín kabátot? Nem. Ugye? Mert így volt, Liza. Ugye?